Sziasztok! Ez itt az Új Nemzedék. Korábbi adásunkban már bemutattuk a tinédzser lányoknak szóló Bella Girl magazin alkotói csapatát. Most a magazin vlogját készítő Kovács Anna Máriát ismerhetjük meg. Sziasztok! Anna vagyok, és üdv itt a Duna TV Új Nemzedék című műsorában. A mai vlogban... Sziasztok, Anna vagyok, és üdv itt az új ilyet a sajátomnál is szoktam csinálni, és legtöbbször a beköszönés, meg a kiköszönés. Azért nem szeretem azt a részt, mert azokat mondom el általában 6-szor. Sziasztok, Anna vagyok, és üdv itt a Duna TV Új Nemzedék című műsorában. Ma az én történetemet ismerhetitek meg. Épp most mit készítesz? Ez egy aftához való ecsetelő lesz, amihez így összekészítettük most a szereket. Ez az oldalad, amit a vlogban egyáltalán nem mutattál meg korábban. Igen, éppen most kotyogtam ki legutóbb, hogy egyébként gyógyszerész a szakmám. Ez igazából annyira nem beszéltem erről, mert nem éreztem szükségességét. Most végzel, igaz? Igen. És miért pont ezt a szakmát, ezt a hivatást választottad? Elég sok szempontot vettem figyelembe, amikor ezt választottam. Érdekelt így az egészségügy, meg az emberekkel szeretek foglalkozni, de azt gondoltam, hogy orvosként, mert én nagyon családcentrikusan gondolkozok, az elég nehéz lenne családanyaként orvosi szakmában dolgozni, és igazából ez is benne volt eléggé az egészben. Én ugye magam nagy családban nőttem fel, gyerekből vagyok a harmadik, és mi is így nagy családban gondolkozunk, úgyhogy nagyon szempont volt igazából a szakmánál, hogy ez beférjen, össze tudjam rakni ugye a szakmát és a család életet. Szóval ez az a szülői ház, ahol készülnek a videók? Igen, igen. És mit szóltak a szüleid, hogy a családi házat egyfajta stúdió helyszínné alakítottad? Hát ugye annyira a stúdió helyszínné nem alakítottam, csak a szobákat így használom belőle. Meg ugye néha, amikor videózok, akkor csendet kell tartani a házban. De egyébként támogatták abszolút. És hol készülnek egyébként a videók? Így a kertben szoktam csinálni őket, meg a házon belül van két szoba a nappali, meg egy felső szoba, ahol szoktam videókat csinálni. Ez itt most a kis stúdió, itt a kamerám, ezzel szoktam dolgozni. Ez kifejezetten a vlog készítésére vett? Igen, igen, ez egy ilyen praktikus kis kamera, amit nem túl bonyolult kezelni, és direkt vlogoláshoz van úgy kitalálva, meg összerakva, és akkor laptopon szoktam igazából így vágni. A vágás az még sokat alakít általában az alapanyagom, mert kicsit is spontán beszélek, és akkor ugye így készül el. Sziasztok, Anna vagyok, és üdv itt a Bella Girl magazin YouTube csatornáján. A mai vlogban a továbbtanulásról fogunk beszélni újra. Az előző vlogban beszéltünk arról, hogy fontos, hogy ismerd magadat, a képességeidet, és azt a szakmát, amit éppen választani készülsz. A mai vlogban pedig a jövőképről lesz szó. Jövőkép kérdezheted, de hát pont ezt próbálom eldönteni, hogy mégis milyen jövőt választak. Hogyan váltál vloggerré? Hát igazából én a Bella Girl magazinnak ugye elkezdtem a csatornájára vlogokat fordítani, és amiközben ezt csináltam, azt éreztem, hogy az, hogy így angolul feliratozva vannak, ez nem annyira elég, és az kéne, hogy magyarul miért nincsenek ilyenek, és ahogy ugye bennem nőtt ez az igény, hogy így éreztem, akkor szép lassan így elkezdtem azon gondolkozni, mi lenne, ha én kezdeném el. Imádkoztam ezért tényleg, hogy ezt szabad-e nekem, tényleg nekem való-e, tényleg az Istentől van-e ez az ötlet, és akkor, amikor úgy éreztem, hogy igen, akkor elkezdtem így rendszeresen, és igazából hát nagyon kezdő voltam, de így szép folyamatosan így fejlődött ez így előre. Te magad is sokat néztél ilyen vlogokat előtte? Igen, igen. Én mostanában is szoktam ilyeneket nézni. Mondható, hogy ez most egy trendi dolog? Szerintem igen. Tehát én azt érzem, hogy minden témában, tehát most már magyarul is, Magyarországon is egyre jobban terjed a vlognak a műfaja, és hogy így mindenféle témában van. Keresztény fiatalok miért ne szólaljanak meg ilyen formátumban? Hadd tegyek fel neked egy egyszerű, és mégsem olyan könnyű kérdést. Mit jelent kereszténynek lenni? Hiszen úgy is tudja, hogy mire van szükségem, nem? Akkor mi értelme van annak, hogy imádkozom? Tök jó dolog a randizás, de vajon Isten miért nem beszél róla a Bibliában? És
hogy fogalmazódott meg benned? Miről és miként érdemes keresztény vlogot készíteni? Szerintem a kereszténység nem csak azt jelenti, hogy vasárnap elmegyünk templomba, hanem azt, hogy ez az egész életünkre van egy befolyással, hogy hogyan élünk úgy, hogy Istennek tetsző módon csináljuk a dolgokat, vagy úgy, ahogyan azt ő kitalálta, mert szerintem úgy éri meg. Tehát mert ő találta ki az embert, ő ismeri a legjobban, ő tudja, hogy hogyan működnek jól akár a kapcsolataink, és emiatt érdemes ezt úgy csinálni. Tehát lehet beszélni tematikailag lelki dolgokról, az Istennel való kapcsolatról, hogy az így a hétköznapokban annak a megélése hogyan történik, illetve arról is, hogy így az élet bármilyen területén hogyan tudunk így élni, hogy ebben benne legyen Isten, hogy az neki tetsző legyen, és hogy az olyan legyen, amiből mi magunk is profitálunk, úgymond, mert azt éljük meg, amire teremtve lettünk. A célközönséged elsősorban a fiatal lányok? Igen, elsősorban az, meg alapvetően így az volt, már egyre inkább azt éreztem, hogy egyébként a fiúk is abszolút nyitottak azokra a témákra, amiket feldolgozok, még akkor is, hogyha lányos dolgokról van szó, mert hogy érdekli őket, hogy egy nő hogyan gondolkozik ezekről a dolgokról. Tudom, hogy sokszor keresztényként mi is vagyunk, úgyhogy igen, a Biblia az jó dolog, meg vezetés, de olyan csak úgy egyszerűen, úgy akár ceruzával ráírva, úgy, hogy mit kell csinálni, kihez menjek hozzá, vagy mi legyen a szolgálmám, az úgy. Jó jönne, csak úgy jó jönne. Az feltűnt egyébként a videókból, hogy nagyon sokat idézel a Bibliából. Hát ez amiatt van, mert én abszolút azt kaptam így a családomban is így mintaként, és azt szerint élem az életemet, hogy így mit mond a Biblia, a Szentírás, és azon az egy mérce számomra, és azon ítélem meg a dolgokat, hogy mit, hogyan kell érdemes csinálni, mert azt gondolom, hogy az Isten szava, és azon keresztül szól hozzánk, meg tanít minket. Úgyhogy ez abszolút egy vezető, egy vezérfonal így az életünkre. Úgyhogy mindig az alapján, tehát nem a saját véleményemet próbál mondani, hanem a Biblia általi véleményt közvetítem. Tehát, hogy ez nem arról szól, hogy Kovács Anna Mária mit gondol, hanem arról, hogy Isten mit gondol, és hogy ő hogyan látja helyesnek. Gyerekkorod óta egyébként sokat olvasod a Bibliát? Igen, abszolút. Én minden nap. És igazából úgy nőttünk fel, hogy nekünk egy ilyen családi áhítat, ez minden nap os program volt, hogy este összegyűl a család, és együtt olvasunk Bibliát, és imádkozunk, úgyhogy egy nagyon erős ilyen Biblia ismeretünk alakult ki, tehát nem csak részleteket láttunk, hanem így az egészet, és ez nagyon sokat segített abban, hogy így tényleg megismerjük Isten, tényleg lássuk azt, hogy mit jelent kereszténynek lenni, mit jelent keresztényként élni, hogy Isten hogyan gondolkozik. Biztosan hallottad már azt, hogy őrizd a szívedet. De vajon kiktől kell lehúznod a szívedet? Milyen fiúk azok, akikkel kicsit ajánlatos, alaposabban átgondolni, hogy párkapcsolatba akarsz lépni, vagy sem? A Biblia azt írja, hogy a testünk a bennünk lakó Szentléleknek a temploma. Ezért tényleg tisztelnünk kell a saját testünket, és annak a fiúnak is tisztelnie kell ha tisztelni az Isten igényét, akkor tisztelni kell a te testedet is, és a te határaidat is. Nagyon sokat foglalkozol párkapcsolati kérdésekkel, és akár olyan kényes témákat is, vagy akár kényesnek mondható témákat is érintesz, mint házasság előtti szexualitás, házasság előtti tisztaság. Nem érezted ezeket mondjuk már túl kényes témáknak? Hát nem volt könnyű ezeket egy sorozatot indítottál el végül is ebben a témában. Igen. Hát nem volt könnyű őket feldolgozni, tehát ezek azért például ez egy halogatódó dolog volt, hogy így készültem rá, hogy hú, na most én erről beszéljek itt nyilvánosság előtt, úgymond. De egyébként úgy érzem, hogy ezek abszolút olyan területek, hogy egyébként ma már nem tabu a szex, akkor miért ne beszéljünk erről az oldaláról is, mert igenis vannak, akik így gondolkoznak, és miért ne legyen ez bátorítás más fiatalok számára, hogy igenis vagyunk még, akik így gondolkoznak. A párkapcsolatokkal kapcsolatban pedig azt érzem, hogy azért fontos foglalkozni velük, mert azt látom, hogy manapság egyre kevésbé van egyfajta tudatos párkapcsolat tervezés vagy vezetés így a fiatalokban, hanem csak így jön egy lehetőség, szerelembe esünk, vagy van egy parti, megtetszik valaki, és abból lesz egy kapcsolat, amiben egy éveket eltöltenek, és nem vezet sehova. Amit sokszor idéztem már az, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd a szívedet, mert onnan indul ki az élet, ugye ezt így a Példabeszédek könyvében olvashatjuk, és ez tényleg egy olyan bölcsesség, hogy amit szerintem a mai lányoknak így hallani kell, hogy azért vigyázzanak a szívükre, mert ez egy értékes dolog, és hogyha csak úgy odaadják valakinek, utána olyan sebekkel, meg olyan következtetésekkel mennek tovább, hogy azt hiszem, hogy mindenki ilyen, most már senki nem fog szeretni, meg hasonlók, úgyhogy vigyázzunk el a szívünkre. Tiéd a dicsőség.
Timót hogyan vett rá Anna, hogy te is bekapcsolódj a vlog készítésbe? Igazából nem kellett sok mindent tennie, amikor először találkoztam a videóival, és elkezdtünk ismerkedni utána komolyabban, akkor már gondoltam, hogy ha videókat készít, akkor esetleg be tudnék mellé állni. Egyébként is közel áll hozzám ez a média, videókészítés, videóvágás, animációkészítés tanulok. Gondoltam, hogy amellett, hogy imádkozok, és esetleg technikai segítséget nyújtok, hát miért ne állhatnék le ténylegesen mellé, hogy együtt készítsünk vlogot. Ez lenne egyébként a cél, hogy akkor ugye nyilván úgy tudjuk csinálni, hogy bemutatjuk a női, meg a férfi perspektívát is egyes kérdésekben, meg hát ugye azt a saját tapasztalatainkat, ahogyan azt is meg tudjuk ugye osztani, hogy mi hogyan éltük meg, akár a szingli részeket, akár az ismerkedést, akár házasságot később, úgyhogy igazából emiatt is ez a páros verzió, ez egy ilyen plusz. Tudom, hogy már volt videó erről ezen a csatornán, és elmeséltem, hogy én imádkozom a jövendőbelimért, és tadám! Megkaptam! Timót vagyok, Anna vőlegénye, és amit tudnátok el rólam az, hogy én is imádkoztam a jövendőbelimért, és tadám! Miért pont azzal a témával kezdtétek, hogy imádkozz a jövendőbelidért? Igazából a párkereséshez mi úgy gondoljuk, hogy ugye elsődleges az, hogy Istenhez imádkozunk és Isten akaratát kérjük, tehát tényleg ez volt az első üzenet, amit gondoltunk, hogy továbbítunk. Számunkra is ez jelentette az alapot, hogy imádkozunk, és az imádságok által formálódtunk abban, hogy hogyan is tekintünk a párkapcsolatra. Nálunk ugye ez nagyon tényleg nagy szerepet játszott, hogy mind a ketten évek óta imádkoztunk, ezért a családunk is imádkozott érte, és ilyenkor azért ez segít egy sinen tartani, ahogy egy célt néz az ember, amikor egy jövőbeli társért imádkozik, és akkor tudja, hogy kit keres, mit keres. Nekünk ez nagyon sokat számított, a párkapcsolatunkban egy bizonyosságot adott. Szolgálatnak tekintitek, vagy szolgálatnak tekinted, Anna, azt, hogy elindítottál egy ilyen vlogot? Igen, abszolút. Én sokáig kerestem, hogy ugye mi lehet az én szolgálatom, mert azt éreztem, hogy egy ilyen ifjúsági, meg lányok felé valahogy meg volt bennem ez az érzés, hogy ez lenne az én irányom, csak nem tudtam teljesen, hogy hogyan valósíthatom meg, és akkor született ez, és most azt érzem, hogy helyben vagyok. Modern és mostanában divatos ilyen megszólítási forma a vlog, úgyhogy szerintem ez is előny, hogy tetszik az embereknek az, hogy egy ilyen modern módhoz nyúl egy keresztény ember, és ennek a segítségével próbálja bemutatni az életét, az Istennek való szolgálatát, és mindent, ami számára az Istenről szól. Tervezzük azt, hogy közösen folytatjuk, amennyire tudjuk technikailag is megoldani, ugye, hogy együtt csináljuk őket. Egyébként pedig nem látjuk teljesen előre a jövőt, hogy ez pontosan meddig fog tartani. Ez nyilván függ ugye a magánéleti dolgainktól is, de mindenféleképpen még vannak bennünk ötletek.